Nem tudom, nekem egy kicsit volt mindig egy olyan érzésem ezzel a Márie karakterrel kapcsolatban, hogy nincsen kifejtve. Nincsen megalkotva úgy, mint például az összes többi férfi szerep. Marinak is vannak fontos jelenetei, egy kapcsolata a gyermekével, az, hogy mennyire nem érti azt, hogy mi történik a társával. Ugye nem a férje, mert nem házasodtak össze, de a szerelmével, aki egykor a szerelme volt, ámulattal nézi, hogy mi történik körülötte. Azért ő egy egyszerű lélek, Marie, és igazából ő csak azt szeretné, hogy legyen apja gyermekének, és hogy szeretve legyen. És szerintem ő egyébként ezt a szeretetet képviseli, hogy szeretné ezt az embert, ugyanúgy, ahogy az elején, de már elveszítette. Szerintem ez egy kompakt színészetet jelent számomra, hogy egyszerre mozogni, beszélni és énekelni. Szerintem ez úgy, ahogy van, egy kerek all-round dolog, amit én nagyon-nagyon magaménak érzek és nagyon szeretek. Csaba pedig minden pillanatban segít. Hogyha esetleg rontasz, vagy valami, nem baj, ne felejtsd el, nem probléma, amit legközelebb sikerül. Vagy azt mondja, hogy esetleg tudsz segíteni magadon egy ilyen mozdulattal, hogy ne úgy préselődjön a rekeszizmot, hogy tudj énekelni. Vagy megkérdezi, hogy megy ez így, fáj, nem fáj, jó, működik. És igazából magadnak választod ki, hogy ebben a pózban szeretnél énekelni, vagy ebben. És amelyikben te komfortosabban érzed magad, szóval ő semmit nem erőltet, és nem mondja azt, hogy már pedig így kell megállni, és így kell énekelni. Hanem igazából elég sok dolgot azért ránk bíz, a fiatalok pedig húzzák az igát.